A biztonságos vízellátás miatt már nem kell aggódnia a szimbiózis alapítványnak. A Baráthegyi Majorság az elmúlt években számos új épülettel bővült. A megnövekedett vízfelhasználást azonban az eredeti szivattyú már nem tudta kiszolgálni. Kérdésessé vált a farm működése is. Most azonban két felajánlás is érkezett. Hogy mellé hajítják! Mellé hajítják! Egy gomnyomás és elindult a víz. Az új csobogó beüzemelése jelképes volt, hiszen a majorságban átadták azt a szivattyút, amely nélkül az egész farm vízellátása és így működése is veszélybe kerülhetett volna. A következő 25 évben biztonságban fogja, vagy lehet, hogy még többen, 30 évben működtetni nekünk a vizet a hegyen. Panzió, bentlakásos otthonok és egy farm. A Szimbiózis Alapítvány 16 éve működteti a Baráthegyi Majorságot, amely az elmúlt években számos új épülettel bővült. A régi vízszivattyú már nem működött biztonságosan a farm területén, hiszen a kibővült telepnek a vízfelhasználása is megnőtt, így szivattyúból is nagyobbra lett volna szükség. Ezért a világ egyik vezető gyártója felajánlotta a segítséget, és egy egyedi szivattyút készített a Baráthegyi Majorság számára. Nekünk szívügyünk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, illetve fogyatékkal élőknek a támogatása. Kezdetektől 22 éve dolgoznak nálunk nagyon fontos munkakörökben megváltozott munkaképességűek. Gyakorlatilag már az épületeinket így kezdtük el építeni, hogy rájuk különösen nagy fókuszt tettünk. Két szivattyú került a Baráthegyi Majorságba, ez azt jelenti, hogy ha az egyik elromlik, akkor sincs baj, hiszen a másik tovább tud üzemelni. Tehát én azt gondolom, a következő 20-25 évre biztonságban vagyunk, természetesen nagyobb a kapacitása is. Valamint a Miskolc-Megyugás önkormányzatától kaptunk segítséget, hogy az önkormányzat cége, a MiVíz kicserélte a vízórát egy nagyobb átmérőjű vízórára, hiszen a nagyobb víznyomáshoz több vízre van szükségünk, tehát hogy egyáltalán tudjon a szivattyú mit megszívni, úgyhogy ezt is adományba kaptuk. A város segítségével a szivattyút már üzembe helyezték. A helytetőn pedig érezhetően jobban folyik a víz a csapokból. Nem csak az önkormányzat, hanem az egész város rendkívül büszke az alapítványra. Nem csak a szimbiózisra, mint szervezetre vagyunk büszkék, hanem az egész majorságra, és arra rengeteg nagyszerű emberre, aki itt él, és így dolgozik. Így nyilván minden eszközzel, amivel tudja segíteni az önkormányzat ennek a csodának a működését, azzal igyekszik is. A felajánlásokat egy támogatói emléktáblával is megköszönte pártfogóinak a Baráthegyi Majorság.